Épp a díjazottaknak járó elismerést adja át Juhász Józsa, Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Központ igazgatója azoknak a diákoknak, akik részt vettek az idén is meghirdetett Vas Albert rajzpályázaton. A Vas Albert törzsasztal és a Művelődési Központ 17 éve invitálja az általános és középiskolás diákokat a rajzpályázatra. Minden évben az író születésének évfordulóján hirdetik ki a pályázat nyerteseit. Az idei évben a Csodaszarvas című mondája, illetve a Tavak és erdők könyve második mese című művei alapján alkották meg a gyerekek a rajzaikat. Szabó László, a Vas Albert törzsasztal alapítója elmondta, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt, mert 166 színvonalás, fantáziadús alkotás született, és ebben nagy szerepük volt a pedagógusoknak is. A korábbi években itt a Művelődési Házban egy helyben rajzolás volt, fönt az emeleti teremben. Hát 100-nál több gyerek rajzolt itt egy időben. Itt helyben készítették el a rajzokat, de hát most ez sajnos nem lehetséges. Alsós, felsős és középiskolás kategóriában hirdették meg a pályázatot. Az első, második és harmadik helyezést oklevéllel és ajándékutalvánnyal, a 24 külön díjas alkotást emléklappal és ajándékutalvánnyal díjazták. Úgy látszik, hogy azért a pandémiának van jó hatása is, mert a gyerekek nagyobb intenzitással, tehát az otthoni bezártság vagy a mozgás hiánya miatt nagyobb otthonmaradás következtében szívesebben leülnek a rajzasztal mellé, és küldik be a pályaműveket. Az ünnepélyes eredményhirdetés után a Művelődési Ház parkjában a Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol a 17 évvel ezelőtt felállított szobrot megkoszorúzták.